Valeri Luncsenko Kárpátalja nemrég kinevezett kormányzója elmondta, nem fogja megengedni, hogy nemzetiségi alapon destabilizálódjék a helyzet a részben magyarok által is lakott megyében. Közölte, hogy a nemzetiségek ügye azért is közel áll hozzá, mert az édesanyja, mint fogalmazott, színmagyar. Az ukrajnai megye vezetője kifejtette, Kárpátalján nem fenyeget olyan helyzet, amilyen a krimben kialakult, hiszen a megyével szomszédos országok egyikének sincs területi követelése Ukrajnával szemben. Hozzátette, hamarosan találkozni fog a Kárpátalján élő nemzetiségek vezetőivel. A kormányzó elmondta, határozottan fel fog lépni a korrupcióval szemben, de mint ígérte, nem kezd üldözésbe, az állami tisztségeket betöltő és azokban újonnan kinevezendő vezetők esetében a legfontosabb a szakmai felkészültség és a tisztesség. Újra felgyújtották a vereckei honfogalási emlékművet. Eddig ismeretlenek gyúlékony anyaggal öntötték le, majd lángra lobbantották az emlékművet. A térfigyelő kamerák rögzítették az eseményeket, amelyeket a KMK irodájába továbbított a rendszer. Az emlékmű alapkövét 1995-ben rakta le a KMK, de csak 2008-ban avathatták fel, mert addig a szélsőségesek keményen ellenezték a felépítését miután a magyar kormány nyomására mégis felépült, számos atrocitás érte. Többször leöntötték festékkel, megpróbálták alkotóköveit szétverni. 2012-ben felújították és újraavatták, térfigyelő rendszerrel vették körbe. Hát ezek a fiatal emberek nem gondolták végig azt, hogy mit cselekszenek, vagy pedig provokatív célra tették ezt az mindenképpen ezt a cselekedet elítéljük, meg fogjuk tenni a megfelelő feljelentést. Azt hiszem, hogy országunknak most a legkevésbé van szüksége arra, hogy olajat öntsük a tűzre, szítsuk a nemzetiségek közötti ellentéteket. Márpedig az emlékmű felgyújtásával ez történt, állítja a verbiázsi polgármester. A helyi községi tanács adta bérbe azt a földterületet, amelyen az emlékmű áll. Iván Pivkács volt az, aki elsőként ért a rongálás helyszínére. Azt mondja, hogy a jelenlegi ukrajnai helyzetben egyetlen kárpátaljainak, sőt ukrajnai erőnek sem volt érdeke bántani az emlékművet. Csak egy olyas valaki tehette, akinek az az érdeke, hogy összeúszítsa az ukránokat és a magyarokat. Ez szerintem nyilvánvaló provokáció. Össze akarja egy harmadik fél úszítani a különböző nézeteket valló ukránokat egymással, és az ukránokat a magyarokkal. Nekünk van testvértelepülési együttműködési szerződésünk a Magyarországi Ajak községgel, a kárpátaljai magyar ajkú császlóccal és dobronnyal. A szomszédos Lemberg megyei településekkel is jóban vagyunk. A forradalom idején együttműködtünk azért, nehogy el tudjanak bújni nálunk a tituskák, a forradalom ellenségei. Még egyszer hangsúlyozom. Ezzel a cselekedettel valakik összetűzést akarnak provokálni itt Kárpátalján. A helyszínre érkező nyomozók egyelőre csak a gyújtogatás tényét állapították meg. Kamerán kívül elmondták, furcsa az, hogy a gyúlékony anyagot tartalmazó kannákat az elkövetők a helyszínen hagyták. Ezeket a kannákat nem Ukrajnában, hanem Oroszországban gyártották. A milicisták ebben a nyomozati szakaszban több részletet nem árultak el. Az viszont biztos, hogy a vereckei magyar emlékműre újra ráfér egy kiadós tisztítás, ha méltón akarjuk ünnepelni március 15-ét. Kárpátalja lakosságának jelentős része külföldre a fejlett országokba megy dolgozni a tisztességes jövedelem reményében. A Kárpátaljai Megyei Tanács az 1990-es Isztambuli Egyezményre hivatkozva ezért arra kéri a legfelsőbb tanácsot, hogy hosszabbítsa meg az országban való tartózkodás lehetséges időtartamát a külföldi rendszámú gépkocsik számára. 2013. március 5-én az állami határszolgálat módosította a kereskedelmi gépjármű fogalmát, csökkentve az ilyen autók ukrajnai tartózkodásának lehetséges időtartamát. A tartózkodási időtartam meghaladása miatt azóta számos autótulajdonosnak kellett több ezer hrivnyás büntetést fizetnie.